Másfél hete tombol a kánikula, legtöbben már nem is emlékszünk arra, hogy néhány hónapja még nem hűteni, hanem fűteni kellett a lakást. Hivatalos a május 15-én zárult az előző fűtési szezon, de már az azt megelőző időszakban is magasabb volt a külső hőmérséklet a szokásostól. Ezt nyír egy háza távhő szolgáltatójánál, a nyírtávhő Kft-nél is érzékelték. Mint azt Jó László ügyvezető elmondta, a korábbiaknál több visszafizetés lesz a lakosság részére augusztus második felében a kisebb hőfogyasztások miatt. Ezek a visszafizetések, ezek jelenleg uh, vannak kalkuláció alatt. Számszerűs még nem tudom, de azt tudom mondani, hogy mindenképpen visszatérítés lesz. Tehát több lesz a visszatérítés, mint amennyit be kell fizetni. Jelen pillanatban úgy működik a rendszer, hogy június 30-án történt egy leolvasás, körülbelül ugye kettő hete, és <coughs> ezt a leolvasást dolgozzuk fel jelen pillanatban, amennyiben ezek a feldolgozások megtörténnek, a költségosztás maga, ezeket kiküldjük a lakóközösségek képviselőinek, azok ugye jóvá hagyják ezt, vagy sem, újra stb. Ha jóvá hagyják, akkor ez alapján elkészülnek az elszámoló számlák az egyes fogyasztókra. Ez feltehetően július vége, augusztus eleje legkésőbb, és ez alapján értesülnek a fogyasztók arról, hogy visszakapnak, vagy befizetésük van. Már nagyjából másfél hete forgalomkorlátozás van érvényben a Betlen Gábor utcában. Ennek oka a nyírtávfű Kft. legkomplexebb nyári felújítása. Ezekben a napokban itt a meleg víz és a fűtés csöveit is korszerűbbre cserélik. Az ilyenkor szokásos nyári karbantartási munkálatokat egyébként már májusban a fűtési szezon végeztével megkezdték. Ez azt jelenti, hogy két hétig a teljes rendszeren az aknákat, aknáinkat, hiszen közel 300 távfűtési aknánk van, ezeket vizsgáljuk át, ezeket tömítéseket cserélünk, festünk, takarítunk, ugye fertődlenítünk, tehát ezek az aktakarvántartások megtörténtek, ezen kívül egyéb karbantartások folyamatosan mennek, a hőközpont karbantartások, ezt a saját dolgozóink, a műszakos dolgozóink végzik. Illetőleg hát hitelesítésekre került sor, ami hőmennyiségmérő hitelesítést jelent, hiszen közel ezer darab hőmennyiségmérőnk van, és ebből az idén 200 darab körülbelül az, amit hitelesíteni kell. Ezek már megtörténtek a kiszerelések, és jelen pillanatban hitelesítési laboratóriumban vannak. Ezen kívül szivattyúk tartás van folyamatban, ugye 1400 szivattyunk van, tehát van mit csinálni bőven, illetőleg hát érintésvédelmi felülvizsgálatok, hiányosságok, pótlása, ezek a karbantartási munkálatok. Ezen kívül pedig júniusban elkezdtük a felújítási munkákat, a beruházási munkákat. Itt a város gyakorlatilag teljes, teljes, teljes lefedjük, azaz minden város részben van mit csinálni. Ezeket a vezetékcseréket, hőközpont felújításokat és villamos korszerűsítéseket ütemezetten végzik a fő Kft. szakemberei egészen az új fűtési szezon kezdetéig, azaz szeptember 15 ig Nagyobb volumenű munkálatok még a Pazonyi téren, az Erdő soron és az Ószőlő utcában várhatóak. Jó László hozzátette, érdemes a fűtési idén kezdetéig elvégezni az otthoni festést, radiátorfestést. Ne a szolgáltatás beindítása után kelljen újra leállítani a rendszert. Emellett fontos az is, hogy a hidegebb hónapok előtt légtelenítve legyenek a fűtőberendezések, elkerülve ezzel a komolyabb kiadásokkal járó javításokat.